A madarak és fák napjához kapcsolódóan a tojás memória, a nyomrajzoló és a termésteszt elnevezésű játékokban is összemérhették tudásukat a versenyzők. Népszerű volt a toronypakoló, a gyerekek kreatívan, sokszor egymás nyakában ülve próbáltak minél magasabb hulladéktornyot építeni. A program kiemelt célja volt a diákok környezettudatos nevelése, így nagy hangsúlyt kapott a szelektív hulladékgyűjtés a délutánon. Külön a fémet, külön az üveget és külön a papírt. Miért lényeges szerintetek az, hogy ne dobjunk minden szemetet egybe? Hogy újra lehessen hasznosítani. Kalcsó Mária az iskola igazgatója azt mondja, a tanórákon többször beszélnek a gyerekeknek a környezetvédelemről. Az intézmény szakemberei fontosnak tartják a környezettudatosságra való nevelést. Az iskolánk pedagógiai programjában is fontos helyet foglal el a környezetvédelem, a természetvédelem, a környezettudatosságra való nevelés, de ezen kívül, mint felelősségteljes felnőttek is szívügyünknek tartjuk azt, hogy a gyerekekbe beleplántáljuk a tudatos és felelősségteljes viselkedést a természet és a környezet iránt. A játékos rendezvénysorozatot a 60 és környéke települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztése társulás indította el.